Egyre több olyan hír kering a médiában, hogy egy-egy gyermek valamilyen oknál fogva nem bírja tovább elviselni az őt ért megaláztatást, a bántalmazást, és akár véget is vet az életének. Amikor mi voltunk fiatalok, akkor is nyilván ezzel szembe kellett néznünk általános és inkább középiskolában, hogy voltak ilyen fajta erősebb gyermekek, erősebb osztálytársak, akik szeretik valami önmagukat így fölül helyezni, vagy egy dominanciába tenni a többiek fölé, de azért valahogy túléltük a középiskolát, és minden rendben volt. Most viszont a gyerekek nem viselik annyira jól, érzékenyebbek lettek, vagy pedig ez sokkal durvább támadások már ezek? Azt gondolom, hogy ez egyfelől ezt meg tudom erősíteni, hogy ez maximálisan így van. Annyira komplex lett ez a probléma, ugye kitolódtak a határok, nem tudunk kereteket szabni, illetve még megemlíthetném azt is, hogy a pedagógusok részéről rendelkezésre álló eszközök, azok jelentősen csökkentek, mint annak idején volt. Hát ma nem csiphetnek minket fülön, mint mondjuk 20-30 évvel hogy ezelőtt megtehették, hogy nem adnak körmösban. Pedig néha... Igen, de a szülő sem viszont cserébe, tehát a szülőnek sem lehet már ugye verni a gyermeket, hiszen ez most nem, ők a pedagógus szokták néha, mert hallok ilyen sztorikat is, de... Meg hát a gyermekek is verik már a pedagógust is, hogyha éppen úgy adódik a helyzet, tehát erről is lehet hallani. De akkor tényleg ezt a normál kerékvágást, meg a gyermeket bántalmaz, ez a lehető legegyszerűbb eset. Az iskolán belül erőszak jelen volt a múltban, és jelen van most is. Annak idején ugye nem így címkézték föl, de nyilvánvalóan ott volt. Ilyen mértékben viszont, amennyire most tapasztaljuk, ez a múltban semmiféleképpen nem volt érezhető. Éppen ezért új eszközök kellenek akkor ellene, de mi lehet a megoldás is egyáltalán? Lelkileg kell erre fölkészíteni a nebulókat, vagy tehát akár más módon is? Egyáltalán készülni egy ilyen támadásra. Tehát nyilván az osztályon belül, hogyha van, akkor nyilván megismerem az osztálytársaimat, tudom, hogy kitől mit várhatok, de mondjuk, hogy az utcán támadnak le, akár egy buszt megállóba, tehát lehet erre fölkészíteni, akár szellemileg, akár testileg egy gyermeket. Kinek kell föl? A szülőnek, vagy a pedagógusnak, vagy kell erre valamilyen program és külső segítség? Tehát úgy tudjuk, hogy van egy program, az életre való program méghozzá, és ezt valamiért György létrehozta, úgy gondolta, hogy ennek egyfajta megoldása lehet. Négy gyermek édesapjaként azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy komoly felelősség, hogy a gyermekeinket biztonságban tudjuk, ne csak elindulnak otthonról, hanem épségbe haza is érjenek. Amikor az önvédelemről beszélünk, akkor itt szeretnék egy kicsit hozzátenni, és mondhatni azt is, hogy inkább újraértelmeztük az önvédelmek a fogalmát. Gyakran tapasztalunk ilyen kéréseket, vagy hallunk ilyen kéréseket, nyáron a szülők megkeresnek minket, hogy gyerekek gyorsan beszeretnék iratni egy kis önvédelmi felkészítésre, mert elutaznak, vagy iskola kezdés előtt próbáljunk valami csodát tenni. És azt gondolom, hogy az önvédelem újraértelmezése inkább arról szól, hogy hogyan tudjuk magunkat megvédeni minden olyan helyzettől, ami számunkra kellemetlen vagy veszélyes. És nem akarok visszamenni Ádámig Éváig, de meg kell érteni azt, hogy egyáltalán az erőszaknak mi a dinamikája. Ugye nem egy új keletű dolog, hogy az iskolákon belül önvédelmi foglalkozásokat tartanak, ami nagyon-nagyon jó. Felmerült bennünk a kérdés, hogy melyik jobb, hogyha valaki felkészült önvédelmi szempontból, vagy nem. Az iskolákon belül az önvédelem alkalmazása rettenetesen sok sérülés, veszélyt foglal magában. Ideértve a fizikai sérüléseket, a mentális sérüléseket, adott esetben a jogi következményeket. Tehát ezeket mindenféleképpen figyelembe kell venni. Az iskolában gondolom azért szakértők végzik ezeket a fajta tevét, tehát hogy valamiféle edzés keretein belül, tehát aki ezt oktatja, ő már valamiféle tudással rendelkezik, ami felhatalmaz arra, hogy oktassa magát a gyermeket jelen esetben. Ez így van. Tehát szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, de a tapasztalataink alapján az bátran kijelentetem, és talán ezzel egyet is értenek, hogy egy tizenéves fiatal se fizikailag, se mentálisan nem készült fel arra, hogy egy erőszakos helyzetben részt vegyen, vagy helyt álljon. Éppen ezért a programunknak talán a legfontosabb része a prevenció. Az, hogy időben észrevegyenek egy veszélyes helyzetet, azt el tudják kerülni, és a fizikai megoldásokat pedig a legvégső esetben javasoljuk. És ha már itt tartunk, hogy itt a fizikai megoldásoknál, én kitérnek arra is, hogy miért nem működik
a való életben, vagy a leggyakrabban miért nem működnek az önvédelmi ismeretek. Mert talán úgy tudnám ezt érzékeltetni, hogy képzeljünk el egy oroszlánt, bár egy pozitív szereplő, akinek attól az a feladat... függ. Igen, hiszen az éppen űzike szempontjából a nyilván nem. Annyira igen. Nem pozitív, igen. Igen. Tehát egy oroszlánt, aki úgy nőtt föl, úgy szocializálódott, hogy ő egy ragadozó. És akkor képzeljünk el egy gazellát. A gazella pedig gazellaként funkcionál, és egy kicsit menjünk tovább, képzeljük el a gazellát. Ugye régen meg tudta magát védeni, ha más nem, akkor jöttek az ingerek, és elrohant. Hát meg alapvetően azért ez úgy működik a természetben, hogy a leggyengébben, tehát ez egyfajta kiválasztódás alapvetően, ez de van. Hát ez, csak nem gondolhatunk arra, hogy 2023-ban az iskolákban így akarják a gyermekeket hát leválogatni, nem, de pont ez hogy az, a gazella sem tudja megvédeni magát, csak akkor ússza meg a támadás, hogyha eleve nem vesz részben, hanem időben elmenekül. De azt értem, hogy egy támadás mondjuk fel lehet ismerni, hogy például arra megtaníthatom a gyermekemet, hogy az utcán, hogyha látja, hogy sok idegen van, akkor inkább kerülje azt a környéket. De mondjuk, ha már említette a bullying jelenségét, az iskolai zaklatást, azt hogy lehet előre felismerni? Még amikor az ember benne van, akkor sem biztos, hogy észreveszi, hogy ő már tulajdonképpen áldozattá vált. Vagy kinek szólhat jelen esetben, ha éppen azt tapasztalja, hogy valami baj van, tehát az osztályfőnökének. Van-e a tanároknak erre megfelelő felkészültsége? Jó sok kérdés ez most egyszerre, György. Nem baj, feldolgozzuk és válaszolok rá. Azt tudni kell a bullyingról, hogy a bullying az nem egy ad-hoc jelenség. Ez egy gyakorlatilag egy olyan személy számára folytatólagosan indokatlan agresszív cselekedet, egy olyan személy számára, aki nem tudja magát megvédeni. Tehát, hogy ezt hogyan lehet észrevenni? Ez egyszerűen jelen van. Nem egyik napról a másikra történik, tehát a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy ez egy veszélyes közeg. Ami miatt nem veszik észre, és itt megint csak egy picit visszakanyarodok oda, hogy a kornak egy nagyon erős sajátossága az a fajta fókuszvesztés vagy környezetvesztés, ami a mobiltelefonoknak a következménye. Tehát képzeljük el az oroszlánt és a gazellát, és a gazellán ott van egy fülhallgató, és a telefon van a kezébe. És hogyha kiragadjuk ebből a képből mondjuk az erőszakos oroszlánt, aki felkészült arra, hogy a gazellát megtámadja, akkor talán így tudnám érzékeltetni, hogy milyen esélye van most a gyerekeknek egy támadással szemben, gazellaként, úgy, hogy még nincsenek interakcióban a környezettel. Először is ezen kell változtatni, hogy meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy az erőszaknak mi a dinamikája. Tehát kitől, hogyan tudja magát megvédeni, és ami még egy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen jogi keretek között teheti meg azt, hogy mondjuk megvédje saját magát. Miről szól ez a program, ami elvileg meg tudja mutatni a gyerekeknek, hogy mire figyeljenek. Életre neveli. Igen, mert amint említette, ugye nehéz, hiszen a mai világban aztán végképp nem veszik észre, hogyha bajban vannak. De mit lehet ezzel ellen tenni? A telefon nem vehetjük ki a kezükből, sajnos már hozzájuk nőtt. Hát, hogy tegyék el legalább, amikor közösségi területen vannak, akár egy buszon, vagy egy pályaudvaron. Most éppen egy buszmegállóba támadtak meg egy kisebb gyermeket, két nagyobbik, és meglehetősen jól öltözött két nagyobbik, tehát ilyen busz öltönyben volt, és mégis megtámadta a kisebbet. Hát, szóval igaziból még csak nem is a pénz a motiváló erő, vagy nem is biztos, hogy csak az motiválja őket, hogy most anyagi javakra akarnak szerterni éppen. Ez így van. Meg kell... És ugye a mobiltelefonnál tartottunk, hogy milyen szintű fókuszvesztést okoz. A gyerekektől elvinni nem lehet, ez olyan, hogy megfosztanák gyakorlatilag a legnagyobb kincsüktől. Ez számukra a legnagyobb félelem, hogy a mobiltelefont elveszítik. Viszont együtt lehet élni ezzel a jelenséggel, és meg lehet őket tanítani arra, hogy hogyan használják a telefont úgy, hogy közben képesek fókuszálni a környezetre is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és... Az életből vett szituációs játékok segítségével megmutatjuk nekik, hogy azok, akik felkészültek arra, hogy a telefont elvegyék tőlük, mert ebből élnek, erre körülbelül 4 másodperc áll a rendelkezésükre, és el is veszik. Hogy hogyan lehet ezt kivédeni, hogyan tudják megoldani azt, hogy használják a telefont, és közben azért szemmel tartsák a környezetüket is. De ez csak egy apró lépés. Ez egy fontos lépés, ezek nagyon szerint. Igen. És hogyha mondjuk történik valamiféle testi erőszak, akkor azzal hogyan lehet, mondjuk, hogy késsel fenyegetik őket, azzal hogyan tudnak védekezni? Ki lehet-e beszélni magukat a szituációból, vagy pedig szembe kell menni, és valahogyan ki kell ütni azt a kést a támadó kezéből?
Jó kérdés. Én azt mondom, hogy ha lehetőség nyílik rá, akkor mindenféleképpen szaladjanak. Tehát az egyetlen egy jó megoldás. Nem szégyen a futás, de hasznos. Hát jelen esetben igen, nagyon-nagyon hasznos. Nem is tudom, hogy ki mondta, hogyan lehet a legtöbb utcai harcot megnyerni, úgyhogy az ember nem vesz benne részt. A késsel való támadás, azt tudni kell róla, hogy nagyon-nagyon gyorsan, nagyon komoly sérüléseket lehet okozni, és amit a YouTube-on oktató filmeket látunk, vagy a tévében, az nem a valóság. Tehát először is meg kell tanítani, megint egy következő lépés, és azért mondom, hogy rettetesen komplex a feladat, és komplex megoldást kínál, hogy a gyerekeket a tagadás állapotából kimozdítani. Tehát el kell sajátítanunk az önreflexiónak azt a fajta képességét, hogy amikor ők veszélyt éreznek, akkor igenis csapjanak át gazella üzemmódban, és a másodpercek töltelésre reagáljanak, és szaladjanak el. Most aggódó szülők és nagyszülők, meg mondjuk lelkes és lelkismeretes pedagógusok, akik néznek minket, hogy lehet megtenni az első lépést ebbe az irányba? Elindítottuk a programot az iskolában, és az elsődleges feladatunk az volt, megnéztük, hogy hogyan lehet ezt széles körben ismertté tenni, multiplikálni. Tehát iskolákban meg lehet hívni ezt a programot? Meg lehet hívni a programot, és gyakorlatilag eddig közel 500 pedagógust vett részt a képzésen, ami ugye nem csak a fizikai erőszakra való választ ad, hanem egy nagyon-nagyon erős mentális felkészítési alapokat biztosít a gyerekeknek. Akkor nem önök mennek az iskolákban, hanem az iskolából a pedagógusok mennek önökhöz, őket képezik, aztán ők viszik a tudást vissza az iskolába a gyerekeknek? Inkább azt mondom, hogy mi mentünk a pedagógusokhoz, és ez év júliusáig tartottak a programok, most egy ilyen felkészítési vagy felkészülési időszakunkat éljük, és mi elmentünk az iskolákba, adott tankerület meghívta az iskolákat, az iskolákból pedagógusokat delegáltak, és ilyen 40 fős csoportok megkapták a képzést. És akkor ez most már a valóságban már zajlik akkor az iskolákba beépítve. Tehát ma már akkor egy gyermek életre való lehet, hogyha részt vesz egy ilyen képzésen. Egy markánsan megfogalmazott cél az, hogy az iskolai erőszakot visszaszorítsuk. Ehhez viszont az szükséges, hogy a pedagógusok készségszinten elsajátítsák a programot, és ami talán nagyon-nagyon fontos jelző, és szívesen használom én is, hogy elköteleződött pedagógusokról beszélek, és elköteleződött felnőttekről beszélek. De hogy Gyuri a prevenció szót használta, hogyan lehet akkor ezt így preventíven, hogyan lehet megakadályozni a támadást? Tehát, hogyha ott vannak az iskolákban, akkor akár azokra is tudnak hatni, akik kvázik az elkövetők lehetnének? Tehát akár az ő agyukat is át lehet akkor kapcsolni normál üzemmódban? Vagy igen, vagy nem. Ez egy jó kérdés, ugye azt tudni kell, hogy az iskolai közeg és eddig idealistaként azt gondoltam, hogy az önvédelmi készségek elsajátításával megoldjuk az iskolai erőszakot. És minél inkább mentünk bele a problémába és tártuk föl a problémának a jellegét, annál inkább világossá vált, hogy ez mennyire összetett, és mondhatni azt is, hogy ez az otthoni közegnek a mintája, hozott mintája. Egy olyan osztály, ahol jelen van az erőszak, csak röviden, van egy bántalmazó, van körülötte pár ember, aki őt élteti és még fölveszi, van a diák, akit bántanak, hogy ő non-comfort vagy valamilyen szinten kilóg a normából, hogy miért teszik ezt. Az egy kérdés. És ott vannak körülötte a gyerekek, akik pedig tétlen szemlélőként jelen vannak. Ebben a helyzetben mindenki sérül, mindenki traumatizálódik. És nagyon fontos megemlíteni azt is, hogy önmaga a bántalmazó is egy bántalmazó közegből bántalmazottként érkezik a csoportba. Tehát erre most már megvannak a megfelelő módszerek, hogy hogyan lehet csinálni. Nem csak, tehát az önvédelmi felkészítés az csak egy része, de pszichodráma, szociodráma foglalkozások, szakemberek bevonásával dolgozunk, ahol meg kell érteni a gyerekeknek azt, hogy bántalmazni, az nem szexi, bármikor sorra kerülhetünk mi is. És ha képesek vagyunk megváltoztatni a csoportdinamikát úgy, hogy egy emberként fölálljanak a gyerekek, és a bántalmazott közé álljanak, akkor ez,
ez már fél siker. Legyen így, kívánunk sok sikert a programhoz, és halljunk még róla. Nagyon szépen köszönöm.